15. fejezet A sötét nagyú leghűbb szolgái Harry, Ginny és Fleur már reggel hatra összepakolták a holmiukat, és mikor a hajnalig tartó szórakozásban kifáradt diákok, tanárok és a többi meghívott még az igazak álmát aludta, ők Krum kíséretében elhagyták a Dumstrang magas tornyát. Az erdei ösvényen át visszamentek a magányos lámpáshoz, ahova előző nap érkeztek, s ahol most két álmosan pislogó varázsló várakozott, mellettük egy jókora kosárral, mely tele volt mindenféle zsubszkulcsnak való holmival. Herjéken kívül csak egy afrofrizurás varázsló és felesége várakozott az utazásra. – Csak egy zsubszkulcsot kértem, nem baj? – kérdezte Krum Herjéktől, miután megbeszélte az úticélt a két álmos varázslóval, akik alig hanem a varázsló kancellária alkalmazottai lehettek. Talárjukon fejű vörös, sas díszelgett, mindegyik csőréből lángnyelv tört elő. Harry szinte oda se figyelt arra, mi történik körülötte, egyfolytában az éjszakai látomás járt az eszében. Még nem számolt be Ginnynek a látottakról, ezt akkorra tartogatta, mikor visszaérnek az odóba. Most végre megvan a bizonyíték Hermionénak is, hogy a csukjás alak nem csak az álmaiban létezik, hiszen látta az erdő fái között, sőt, most már az is biztos, hogy a csukjás és a kékbőrű ember nem egy is ugyanaz a személy. Az egyik hivatalnok varázsló kivette egy lyukas focilabdát, rászegezte pálcáját, mire az kéken felizzott. Az utazók oda gyűltek köré, közben elbúcsúztak Viktor Krumtól, aki, mint elmondta, a délelőtt folyamán maga is visszautazik Bulgáriába a szüleihez. Harry visszanézett a Dumstrang irányába, ahol csak az erdő magas fáit láthatta. Mindennél jobban tudni akarta, hogy ki nyerte meg azt a párbajt a romok között, és hol van az a kihalt táj. Már nem is annyira a miértek érdekelték. Miért lát újra távoli eseményeket, miért követ álmában egy másik fekete mágust, és miért éppen ő? Sokkal inkább arra gondolt, hogyan használhatná fel mindezt, hogy véget vessen a kékbőrű ember álmok futásának. Pont úgy, ahogy régen. Harry nagyot sóhajtott. Bár itt lenne Dumbledore. Ári, jól vagy? hajolt oda hozzá Flőr a foci labda fölött. Olyan furhán nézel, Harry pisogott párat. Persze, jól vagyok, hazudta. Flőr annyiban hagyta a dolgot, de Ginny furcsán nézett rá. Az utazás hasonlóan hosszú és kellemetlen volt, mint az ideút, de öt perc elteltével biztonságosan érkeztek meg az Odú nappaliába, pontosan arra a helyre, ahonnan elindultak. Még mindenki alszik, állapította meg Ginny, ahogy körülnézett a kihalt, sötét helyiségben. Itt még sötétebb éjszaka volt, és vastag kötterült terült szét a tájon. Csönd honolt az egész lakásban, leszámítva a falióra ütemes kattogását. Flőr nagyot ásított. – Ha az vagy itt alszol? – fordult felé Ginny, miközben ledobta válláról a táskáját. – Azt hiszem, házán megyek – szólt, majd puszit adott Ginnynek és Herinek is. – Ebédre talán átjövünk villelés á kisivel, Fleur kisétált a hátsó kertbe és dehoppon állt. Ginny hozzálátott, hogy kicsomagolja a táskáját. Ez alatt Harry a lépcsőkorlátnak dőlve állt egy helyben, karjait keresztbe fonva, míg a lány be nem fejezte a pakolást, pálcája egy-két intésével a szennyest a fürdőszobába röptette. Ezután felmentek a legkisebb szobába és azonnal elaludtak, mintha legalábbis egy troll vágta volna őket tarkóna bunkójával, és átaludták az egész délelőttöt. Harry szinte azzal a biztos tudattal dőlt le az ágyra, hogy mindjárt látni fogja az álom folytatását, és megtudja, hogy Máriusz megszerezte -e az aranypajzsot, de mikor Ron dörömbölésére – ebédidő, keljetek fel! – kipattantak a szemei, csak csalódottan szusszant egyet, hogy semmiféle látomásban nem volt része ezúttal. Ebéd alatt együtt volt az odú összes lakója, és mikor heriék lejöttek az emeletről, már itt volt Bill, Fleur és a kislányuk, és átugrott látogatóba Andromeda Tonks is Teddyvel. Harry nyomban, ahogy meglátta, anélkül, hogy egy jó napotot is vesztegetett volna a hölgyre, karjába kapta keresztfiát, és körberöptette a nappaliban, amit a kisfiú lelkes sikongatással fogadott, a takaró közt pihenő Viktor pedig irigykedő szemekkel nézte. Az asztalnál a fő téma természetesen a Dumstrangi báli esemény volt, Szigorúan a szórakozásra és a kellemes eseményekre koncentrálva, hiszen a hivatalos jelentéssel várni kellett, míg négy fal között lehetnek Kingsleyvel vagy Mr. weasley lányok sokat beszéltek a bárról, de nem épp szívderítő dolgokat mondtak, inkább csak a Durmstrang pocskondiázása folyt vég nélkül. Ginny, aki előző nap alig evett valamit, most kétszer is anyja főztjéből, Harry viszont csak turkálta a tányérját a villájával, és a látomáson törte a fejét. Eszébe jutott a kicsi szőrös teremtmény, akinek különös franciás csengésű neve volt. A villámlással érkező fiút pedig a bácsikájának szólította. A fiúval ellentétben viszont Harry úgy érezte, a szőrös lényt nem ismerte. – Ginny, mi van a nyakadban? – hallatszott hirtelen Mrs. Weasley kíváncsi hangja, ami visszarántotta Harryt a valóságba. Az asszony a kis vörös égköves nyakláncra mutatott, amit Ginny nem vett le azóta, hogy Harry odaadta neki. Ó, uh, hát én ezt csak úgy találtam, válaszolta kitérően a lány, és vetett egy futó pillantást Herire, aki elnyomott magában egy mosolyt. Charlie a torkát köszörülte, Bill pedig magában kuncogott. A Harry mellett ülő Androméda azonban összeráncolta a homlokát, és így szólt. Ne hazudj, Ginevra! Csóválta a fejét szigorúan az asszony. Kaptad valakitől azt a nyakláncot? Mindenki abba az evést, és Andromédára nézett, kivéve herrit, aki makacsul bámulta a tányérját. Pár pillanatig csönd volt, aztán... – És ha kaptam? – kérdezett vissza Ginny kihívóan. – Akkor mi van? – Andromédának nem tetszett a hang, nem, ahogy a lány beszélt vele. – Akkor mondd azt, és ne hazudj édesanyádnak! – mondta kisé parancsoló hangon, ami nagyon nem tetszett Harry fülének. Egy őrült pillanatig azt hitte, Bellatrix Lestrange mellette. Ginny úgy nézett rá, mintha vérig sértették volna, testvérei és szülei pedig bizonytalanul néztek egyikről a másikra. Nem hiszem, hogy ránk tartozna, kitől kap Ginny ajándékot, Mrs. Stonks, emelte fel kicsit a hangját Hermione is, mire Androméda dacosan felszegte a fejét, de nem feszegette tovább a témát. Harry hálás mosolyt küldött a lány felé. Androméda Tonks azonban alig hanem megsértődhetett, mert ebéd után fogta a kis Tedit, és gyors karácsonyi jó kívánságok után hazahoppon vele. A karácsonyi pihenés időszaka gyorsan elmúlt, sokkal gyorsabban, mint régen, hiszen már harmadikán újra munkába kellett állni. Mr. Weasley már leadta Harry jelentését a Dunstrangi eseményekről, és bevitte a hivatalba karácsony után, de Harry úgy érezte, a semmiről tett jelentést, mert az álmat a teljes kudarcként könyvelte el a karácsonyi bálon tett látogatását, csak ködös találgatásokról és gyanúsítottakról tudott beszámolni. Ennél sokkal ta hasznosabbnak találta azt a beszélgetést, mely közte Ginny, Ron és Hermione között zajlott közvetlenül a karácsonyi ebéd után a legkisebb szobában. Harry ugyan elmondta nekik az álmát, de a várt hatás elmaradt. Hermione kicsit bizonytalanabb lett eddigi makacs ellenszegülésében, s merengős teóriája befutcsolása után arra hajlott, hogy a fiatal varázsló elméje és herjé között hasonló kapcsolat állhat fent, mint egykor Voldemorttal. Nem úgy volt, hogy azért láttad Voldemort emlékeit, mert véletlenül horkuszot csinált belőled? kérdezte Ron. De, így van, válaszolta sietve Harry helyett Hermione. Akkor mégis mennyi a valószínűsége, hogy pont veled még egyszer ez megtörténjen? Tette fel a logikus kérdést a fiú. Ráadásul úgy, hogy nem is tudsz róla. Harry lehetségesnek tartotta, hogy törölték az emlékeit egy korábbi találkozásáról a fiúval, és ez megmagyarázná azt is, miért találja őt olyan ismerősnek. Azt azonban el kellett ismernie, hogy ha valóban újra Horcrux lett belőle, arra nem tud egykönnyen bizonyítékot találni, csak az álmok maradnak. Később, mikor Hermione már eleget aggodalmaskodott, Ron pedig eleget vonogatta a vállát, röviden beszámoltak a Roxfordban tett látogatásukról is, amit Harry és Ginny figyelmesen hallgatott. Ikül professzor rendesen meglepődött, mikor beállítottunk, magyarázta Hermione. Most, hogy meggalagony a Durmstrangban van, ő vette át a Roxford ügyeinek intézését. Megkértük, hogy engedjen be minket az igazgatói szobába, mert beszélni szeretnénk Dumbledore festményével. És beengedett teket, Csak úgy? Csodálkozott Ginny. Ron vállat vont. mindig is kedvelt minket, tudjátok, mondta. Meg amióta megmentettük a sulit, ki tudja hányszor, van egy kis protekciónk a kőszörnél is, ami az irodát őrzi. Harry bólogatott, és intett, hogy folytassák. Szóval megkérdeztük a professzor festményét arról, hogy mi is pontosan a negyedik torony köre, vette át újra a szót Hermione, Ron pedig karbatett kézzel bólogatott mellette. Azt mondta, csak egy egyszerű tudóstársaság volt, amit ő szervezett meg még fiatal korában. Pénzzel támogatta a fiatal, tehetséges mágusokat, Találkozókat szervezett a világ különböző táján tevékenykedő varázslók és boszorkányok között. Megkérdeztük, hogy voltak-e köztük fekete mágusok, akár véletlenül, de Dumbledore azt mondta, hogy nem, ilyesmire mindig odafigyeltek a tagok. Azt mondta, mindannyian rendes emberek voltak. Csak ennyi? Húzta el a száját Ginny. Hermione a fejét csóválta. Hát, Dumbledore nem foglalkozott túlságosan a negyedik torony körével, miután Voldemort feltűnt a színen folytatta kisé bizonytalanul. Igazából már nem is kellett, a varázslók és boszorkányok, akiket összehozott, nem szorultak rá a segítségére. Említette Szalmandert, aki a legendás állatok és megfigyelésüket írta, meg a Digori családot, akik Szalmander munkatársai voltak, de igazából semmi lényegeset nem mondott. És nem kérdeztétek róla, hogy mi köze lehet ennek az egésznek a belső körhöz? Kérdezte Harry. Most Ron válaszolt. Dehogy nem, de azt mondta, ő arról nem tud sokat. Harry és Ginny összenéztek. Mindketten érdekesnek találták ezt a kijelentést. Ő nem? Akkor kicsoda? Azt mondta, szólt Hermione, hogy ha többet akarunk tudni a fekete mágusok belső köréről, kérdezzük a testvérét. Abel Force, lepődött meg Harry. Igen, ő, folytatta Hermione. Dumbledore azt mondta, hogy az öccse az első háború idején jobbára végig külföldön volt, és próbálta megakadályozni, hogy Voldemort szövetségesekre lejjen más fekete mágusokban. A professzor szerint Eberforce ebben kiváló munkát végzett. Harry és Ginny pár percig emésztették a hallottakat. – És voltatok már nála? – kérdezte a lány. – Ron Rögtön utána elmentünk a házához, de nem volt otthon. Ördög tudja, hová ment. – Remek! – morogta epésen Harry. Karácsony után együtt is elmentek Ebelforce Godrix holói házához, de hasonló eredménnyel jártak, mint korábban. A ház kongott az ürességtől. Nem adták fel, hogy beszéljenek vele, a kandallon keresztül többször is hívták, de soha senki sem válaszolt nekik. Harry már kezdte azt hinni, valami baj történt Ebelforszal, mert a Főnix rendje korábbi tagjai sem tudtak semmi érdemlegeset a hollétéről. George Weasley szerint csak meglátogatta valamelyik ivó cimboráját, a fiú szerint korábban is gyakran csinált ilyet, s ilyenkor egy megbízható barátjára hagyta a szárnyas vatkant. Herriék a leégett kocsmánál és Roxmorzban is keresték őt, de ott is csak azt tudták mondani, hogy néhány napja látták a faluban sétálgatni éből Már két héttel benne jártak az új évben, mikor egy álmos keddi napon, a hivatalban, a liftajtó kinyílásakor Harry szeme elé az a meglepő kép tárult, hogy sok nézelődő szeme láttára kísér be egy csimbókos hajú varázslót, prutfút és másik két aurora kihallgató szobába. Harry már messziről felismerte a férfit. Borgin volt az, és jól látszott rajta a nyugtalanság, aminek Harry csak örülni tudott. Már is sokkal jobb kedvel ment oda Ronhoz, aki szintén a bámészkodók közt volt. Miért hozták be Borgint? kérdezte Rontól, aki elégedetten szemlélte az eseményeket. Valami zsebkoszközi boltos vallotta reggel, hogy egy csomó cuccot neki sózott el az öreg. Harry felvonta a szemöldökét. Ennyi hasztalan próbálkozás után végre sikerül rács mögé zárni a véng az embert. Harry nem fűzött hozzá nagy reményeket, bár örült neki, hogy végre valaki vette a fáradtságot, és jobban utána nézett a Borgin and Birchben zajló dolgoknak. Hiába bizonygatta a boltos, hogy mindent kiürített a törvényeknek megfelelően. Harry biztos volt benne, hogy maradtak még megválaszolatlan kérdések a hírhet üzlettel kapcsolatban, többek között a túlontúl zavaros negyedik torony ügy is ezek közé tartozott. – Na, és te hol voltál? – kérdezte tőle Ron. – Lent a misztérium ügyön. – válaszolt a félvárról Harry. – Azt mondták, holnap mehetek a fejért. – Apukát beadta vizsgálatra még karácsony előtt. – Tette hozzá Ron értetlen arcát látva. – Tényleg, de mentoré? – Még nem tudom, de holnap kiderül, nem igaz? Felelte Harry, és visszatértek addigi tevékenységükhöz, a tanuláshoz és gyakorláshoz. Dol is ezúttal nagyobb figyelmet fordított a fiúk felkészítésére, szinte minden gyakorlaton ott volt, és instrukciókkal látta el tanítványait. Harry ezeket többé-kevésbé hasznosnak ítélte, bár fogalma sem volt, miért tartja lényegesnek, oktatójuk, a buborékfej bűbájt a lopakodás és nyomkövetéshez. A Dólissal való gyakoribb találkozásokat pedig rosszmájúan annak tudta be, hogy az auror sehova sem jutott a Máriusz utáni nyomozásban, és minden bizonyal erről Kingsley is tud, csak elfelejtette közölni velük. Harry nem adta fel, hogy megtalálja a rejtény nyitját, és biztos volt benne, hogy az álmaiban szereplő fiú, a negyedik torony, Dráko eltűnése és a kékbőrű ember valamilyen módon összefügg egymással ennek egyik fekvő mondja az lett volna ha megpróbálja megtalálni azt a helyet ahol az álmában Marius és a fiatal varázsló harcoltak egymással csak hogy ez nem volt olyan könnyű földrajzi ismeretei meglehetősen hiányosak voltak viszont megpróbálta leszűkíteni a keresést azáltal hogy a Voldemort házában látott térképen szereplő nyolc iskola környezetét tanulmányozta nem sok sikerrel úgy tűnt, az álmában megjárt, kiégett, dombos, romos vidék semmelyik iskola közelében nem lelhető fel. Gyakorlás után visszamentek a parancsnokságra, Dólissal együtt, aki, mint mondta, egy tárgyalásra sietett le a tizedikre. Saját irodájából felkapott néhány iratot, és már ment is, de a mellettük lévő fülkéből kilépő auror neki ment, és kiverte a kezéből a papírokat. Harry nyomban odament, és segített összeszedni a papírokat egy begyűjtő bűbájjal. Mogyogta Dól is, ahogy átvette az irathalmot. Ez meg mi? Pillantott Herja a legfelső dokumentumra. A lap egy érvényesített letartóztatási parancs volt, a fénykép pedig a vén boltost ábrázolta, akitől herja a dementor fejet vásárolta. A letartóztatási parancs, válaszolta Dól is. A kérdéses személy nagy mennyiségű illegális, fekete mágiás kelléket és elátkozott tárgyat árusított boltjában. És maga erről hogyan szerzett tudomást? kérdezte Harry szándékánál kisé élesebb hangon. Dól is összevonta a szemöldökét. Természetesen Kingsley Shackleboltól hangzott a válasz. Harry egy pillanatra nem tudta, mit gondoljon, de Dól is folytatta szokásos, hivatalos hangnemében. Az ügyosztályok közötti együttműködésről szóló 1796 évi 23. törvény alapján a miniszter úr szabálysértést követett volna el, ha nem jelenti, hogy tudomást szerzett egy törvénysértő személyről. Harry csak tátogott, mint egy hal. Valóban tudott Kingsley az öregboltosról, ő maga beszélt róla neki, mikor beszámolt a dementor fejről. Azonban egy szóval sem mondta Kingsleynek, hogy tartóztassa le az öreget, vagy szóljon róla bárkinek is, hiszen azt megtette volna ő maga, ha akarja. Dól is közben hátat fordított neki, és elindult az ajtó felé. Én nem, ezt nem így. Én egy szóval sem a saját érdekében figyelmeztetem, hogy ne folytassa a következő mondatot, Mr. Potter, mert igen komoly bajba kerülhet, szólt hátra a válla fölött Dól közönnyel. A miniszter úr úgy tájékoztatott, hogy a karácsonyi bál miatt ön túl elfoglalt volt, hogy jelentést tegyen az Auror parancsnokságon, ezért szólt ő maga Roberts parancsnok úrnak. Dól is már ment is tovább, Harry azonban dühötten fújtatott. – És mit fognak csinálni vele? – Elítéljük – kiáltotta hátra Dól is. – Tiltott tárgyak többszörös birtoklása és árusítása a hatósággal szembeni ellenszegülés. – Minimum ötven év az auror kiment a nagy tölgyfajtón, Harry egyedül maradt sötét gondolataival a paraván előtt. Maga sem értette, miért lett ilyen ideges attól, hogy Kingsley letartóztatta a zsebkosz közbeli boltost. Ő maga is megfontolta, hogy beviszi és bezáratja az üzletet, de akkor eszébe jutott Dumbledore. Ő nem tette volna meg, biztosan tudta, nem küldte volna a bíróságra. Nem, ő átérezte volna az öreg helyzetét, tudná, hogy olyan büntényért küldik börtönbe, amiről nem is tudott, hogy elkövette. Karamel alatt mindenki szabadon árulhatott és tarthatott gyengébb átokverte holmikat, amíg nem használta azokat. És ha nem lett volna az a pici fekete mágiás üzlet, sosem találta volna meg a fekete fejet. Nem sokkal később Hermione bukkant fel, izgalomtól kipirult arccal, kezében a reggeli proféta aznapi számával, mikor Ron éppen ebédidőhöz készülődött és megpróbálta rávenni Herrit, hogy nézzék meg azt a közeli varázsló éttermet, a Dionusoszt, ahol a fél minisztérium költi az ebédjét. Harry pont ezért nem akart oda menni. – Sziasztok! – köszönt septében a lány, s lecsapta az újságot Harry elé. – Ezt nézd meg! – Harry abba hagyta eddigi elfoglaltságát, hintázott a székben, és azt figyelte, hogyan sző hálót egy pók az iratszekrény és a paraván közé, és rápillantott a lapra. – Mi van vele? – kérdezte az érdeklődés teljes hiányával. – Nézd meg ezt a cikket! – parancsolta Hermione. Az újság harmadik oldalára szorult egy rövidke cikk, mely a következő címet viselte. – Meggyilkolták Tius Summá nagymestert. Harry felnézett Hermione arcára, ő azonban olyan jelentőség teljesen nézett rá, hogy kezdte azt hinni, lemaradt valamiről. Mi van vele? kérdezte végül. Tudod, ki volt ez a tiú summa? Honnan tudnám? mondta meg a vállát Harry nem törődön módon. Hermione nem hagyta magát felbosszantani. Ő volt Mósusi Szió, azaz a nagykeleti varázsló iskola nagymestere, vagyis igazgatója, mondta. És a cikkben azt írják, ha vetted volna a fáradtságot és elolvasod, hogy a szobájában találtak rá holtan, valószínűleg a halálos átokkal végezték ki. – És ez még nem minden! Harry közben gyorsan átfutotta a cikket, de most újra felpillantott hermione -ra. A helyszínelő aurorok átkutatták a szobáját, és több elátkozott tárgyat is találtak nála. Ron tátott szájjal nézett a lányra, Harry azonban kétkedve ráncolta a homlokát. Értette, mire akar kiukadni, de... – Arra célzol, hogy őt meg a kék bőrű? – Mármint Máriusz? – kérdezte Ron. Hermione aprót biccentett és leült az íróasztal sarkára. Megnéztem a merengőben, hogy melyik nyolc iskola volt megjelölve, és a keleti köztük volt, válaszolta a lány. Ő rávadászott Máriusz, és őt láttad az álmodban. Fordult újra Harryhez. Ő azonban csak a száját húzta, és fanyalogva nézett az újságra. Hát, nem tudom, motyogta. Nincs egy képed valahol erről a summáról. Tíjus summa, javította ki Hermione, miközben felcsapta előtte a magával hozott bordás gerincű könyvet, mintha már azt várta volna, mikor kérdezi meg Harry. A könyv ázsiai írásjelekkel volt írva, így Harry egy kukkot sem értett az egészből, viszont az egyik oldalt egy nagy fénykép foglalta el, mely egy harcsa bajszú, kerekszemüveges, kissé vaksinak tűnő öreg urat ábrázolt. Ez nem ő, jelentette ki Harry. Mi? csattant fel Hermione. Tehogy nem ő, Lefordítattam Pörszivel, ez egy tió summa nagymester. A bátyám tud kínaiul. Kotyogott közben Ron, de egyik őjük sem foglalkozott vele. Ez a férfi a kínai varázslóiskola vezetője már vagy száz éve, és mi több, emelte fel a hangját Hermione, mikor Harry közbe akart vágni, rajta van a listánkon is, amit a vikingtől kaptunk. Leelenőriztem, Harry nagyot sóhajtott, és csak merett a képre, a teljesen ismeretlen kínai öregurna és lassan csóválta a fejét. Én ezt az embert nem ismerem, mondta kihatározottan. És a legkevésbé sem hasonlít arra a fiúra, akit az álmaimban láttam. Hermione csípőretett kézzel merett rá. Azt hittem, nem emlékszel az arcára, mondta fel a szemöldökét. Viszont mindig tudtam, hogy ismerem őt. És nem csak én, Ginny is. Kötötte az ebet a karóhoz, és közben az órájára nézett. Nem ő a mi emberünk. Hermione ezt nem hiszem el arckifejezéssel nézett Ronra, aki azonban csak megvonta a vállát, és csalódottan állapítva meg, hogy az ebédidő hamarosan lejár, kicsomagolt egy szendvicset, amit Mrs. Weasley készített reggel. Harry, szólt birka türelemmel Hermione, nagy levegőt véve, szerintem te szándékosan túlbonyolítod a dolgot ezekkel az álmokkal. Túlbonyolítom? visszhangozta Harry. Segítséggyanánt ő is Ronra pillantott, aki megint csak megvonta a vállát, és betömte a szájába a szendvicset. Mit ért ez túl bonyolítás alatt? Hermione válaszát egy érkező papírrepülő szakította félbe, mely beröppent a paraván fölé, és kecsesen leszállt a lányölébe. Ne haragudjatok, de most mennem kell, jelentette be, miután átfutotta az üzenetet, és lehuppant az asztalról. Várnak rám az irodában. Remélem végre Mr. Cattermole az, már egy hónapja ígéri, hogy bejön és megnézi a Melvin manót. Miután Hermione távozott, Harry újra hátradőlt a székében és behunyta a szemét. Biztos volt benne, hogy Hermione tévedett. Azt a tiósummát biztos valamelyik rivális varázsló ölte meg. Látta a saját szemével, hogy Marius kirevadászott, és az nem egy kínai öregember volt. A nap további része csendesen telt, Harry egyszer még el is aludt, s mikor felébredt, kisé szégyelte magát emiatt. Ron nem volt sehol, szendvicse maradéka a reggeli proféta sportrovatán nyugodott. Harry álmosan pislogva bámulta az ebéd maradványait, és közben végig gondolta mindazt, amit azóta tapasztalt, hogy a minisztériumban kezdett dolgozni. Nem érezte azt a kellemes izgatottságot, mikor első nap belépett ide, és már kezdett rájönni miért. Nem szerette ezt a helyet. Egyáltalán nem is szeretett itt dolgozni. Ron lépett be a fülkébe. Felébredtél? Gyere, ezt nézd meg! hívta Herrit, aki feltápászkodott a székről, és barátja után kisonfordált a folyosóra, pont a kihallgató szoba elé. Mit szólsz ehhez? Ron hangja meglehetősen felháborodottan és dühösen hangzott, s Harry nyomban megértette miért. A kihallgató szobából ezekben a pillanatokban engedték el Borgint, és Harry nem kis bosszúságára állapította meg, hogy a varázsló kezén nem csillogott bilincs. Mögötte Prudfut lépett ki a kihallgatóból, Harry és Ron pedig oda mentek hozzá. Mi történt? Elengeditek? kérdezte Ron, mikor Borgin már halló távolságon kívül volt. Egyelőre el, mondta Prutfoot, nem kevésbé fanyalogva, mint a fiúk. A mocsok jó játszik. Minden áruját még az új törvények életbelépése előtt adta el annak a másik boltosnak. Harry két kedve felvonta a szemöldökét. Igen, én is tudom, nézett rá az öreg auror, de mindet igazolni tudta. Sóhajtott egyet, és a fejét csóválta bosszusan. A nyakamat teszem rá, hogy Mundungus Fletcher szerezte neki a hamis adásvételiket. Harry magában fortyogva nézte, ahogy Borgin beáll a liftek előtti sorba. A boltos nem vette észre őt, de Harry tisztán látta az arcán elterülő fölényes vigyort. Egész nap dúlt-fúlt magában, újjai szüntelenül doboltak az íróasztalon, hogy levezesse a feszültséget, és próbálta rendbeszedni a gondolatait. Itt volt az orra előtt az egész igazságtalanság. Borgin egész életében Voldemortot szolgálta, és megúszza egyetlen nap börtön nélkül, mert elég okos, hogy megszökjön a törvény elől. Kingsley meg inkább azt a szerencsétlen öreget küldi az Ászkávánba, aki túl szenén is volt ahhoz, hogy egyáltalán felfogja, mit csinál. Dumbledore nem így intézte volna. Dumbledore megmentette volna a börtöntől az öreget, kihúzta volna a csávából, amibe saját magát keverte, és elérte volna valahogy, hogy Borgin megfizessem. Kingsley bezzeg. öd fiúk! Éberforce Dumbledore köszönt rájuk, bekukucskálva a paraván mellett, és Harry rögtön megállapíthatta, hogy az öreg exkocsmáros ezúttal sincs túl jó kedvében. Ahogy jobban belegondolt, soha életében nem látta jó kedvűnek. Jó napot, Mr. Dumbledore! Köszöntek vissza, Eberforce azonban csak intett a fejével, és már ott se volt. Harry és Ron összenéztek, majd követték az öreget a folyosóra. eberforce egy zsákszerű csatos táska volt, azt lobálta a kezében, ahogy fütyörészre vágtatott a liftek felé. Mi történt? kérdezte tőle Ron mikor utolérték, és most mellette lóholtak. Kerestük karácsonykor, de sehol sem találtuk. Megkerestem a kecskémet, mondta meg a vállát a férfi. És meglett, érdeklődött csak úgy mellékesen Rón, mire az öreg biccentett, majd hirtelen megtorpant a folyosón, és feléjük fordult. Beszéden van veletek a kis látogatásotokról a bátyám festményénél. Suttogta reketten, majd nagyot krákogott, amit a mellettük elhaladó boszorkány fintorogva hallgatott. Jobb, ha lemegyünk Granger irodájába, az kicsit csendesebb hely, mondta Eberforce, mikor a folyosót sem találta túl jó helynek a beszélgetésre. Harry egyetértett vele, és nem is kérdezősködött tovább, csak Ronnal együtt beszálltak az egyik felvonóba, és lementek a varázslény felügyeleti főosztályra, ahol a szokásos állathangok és enyhe istálószak fogadta őket, amit nem tudtak elnyomni az illatfrissítő bűbályok, melyeket, ezt Harryék Charlie-tól tudták, a világítást szolgáltató üveggömbök permeteztek a levegőbe. Eberforce kiszállva a liftből előre engedte Ront, hogy mutassa az utat a házi manó segítő iroda felé, útközben pedig leplezetlen kíváncsisággal nézelődött körbe a főosztályon. Még sose jártam itt, magyarázta meg érdeklődését, miután leállt nevetni egy jót az egyik VFF-es alkalmazotton, aki egy guztustalan nyálkás, narancsszínű csigát próbált terelgetni vissza a ketrecébe. Herinek az az érzése volt, hogy az ügyosztályon a nap 24 órájában fejetlenség uralkodik. Hermione irodájának ajtaja szokás szerint résnyire nyitva volt, és ne szűrődött ki, de egyúttal beszélgetés hangja is. Mikor Ron bekopogott és bementek, meglepetésükre ott találták Ginit is. A két lány elmélyülten beszélgetett valamiről, mikor beléptek, és most ők is elcsodálkoztak a népes vendégseregem. De nagy itt a sürgés forgás, morogta Eberforce, és közben körbejáratta tekintetét az irodában, ahogy mindannyian bezsúfolódtak. Én már megyek is, nem zavarlak titeket a munkában kelt fel Ginny a székből, kezében egy feltört pecsétű levelet szorongatva, de ébőlforsz közbeszólt. Jobb, ha a kis vörös is itt marad tette ki elé a kezét. Herének ugyan nem tetszett a kis vörös kifejezés, és ahogy Ginny arcát elnézte neki sem, de egyikük sem emelt szót ellene. Hallom, jártatok a nyavajás bátyámnál. Fogott bele Force, miután mindenki helyet foglalt, kivéve őt, így csípöretett kézzel föléjük magasodott, a szűk helyiség pedig még jobban kiemelte szikár termetét. Honnan tud róla? kérdezte csevegő hangon Hermione, elpakolva asztaláról az iratokat. A nyavajás bátyámtól, hangzott a válasz. Elmeséltem, miről kérdezgettétek, és azt mondta, segítsek nektek. A négy jóbarát nyikkanni sem mert. Abelforce nem túl kedves hangsúlyjal mondta ezt. No – Na hát, – szólt újra, miután megköszörülte a torkát. – Ábusz úgy gondolja, még nem segítettem eleget. – Ti mit gondoltok erről, he? Nem segítettem már épp eleget? – Tudjuk, hogy eddig is nagyon sokat segített Mr. Dumbledore, cincogta Hermione. – És nagyon köszönjük, de… – De mi? – súhajtotta Aberforth. – De ha tud valamit, nagyon szépen kérjük, mondja el nekünk. – Mondjam el mi? – Eh! morgott újra Eberforce, majd mérgében kiköpött egyet a padlóra. Hermione arcán megrándult egy izom, de csöndben maradt. Harry csak mosolygott a sorokban, nagyon jól tudta, hogy Eberforce már régen beleegyezett, csak szereti játszani a zsémbes vénembert. Igazából ez volt az egyetlen, amiben annyira különbözött a bátyjától. Harryt nem érdekelte az, amit mondtak róla, hogy középszerű varázsló, hogy soha sem ért fel a bátja zsenialitásához. Harry jól ismerte mindkét dumbledore és tudta, hogy nem egy dologban a professzor volt az, aki nem ért fel az öccséhez. Dumbledore, mármint a bátja szerint, javította ki magát gyorsan Hermione, ön külföldi fekete mágusok után nyomozott az első háborúban. Ja, így volt. Felelte Force. Elég sokat tudok arról a bandáról, de van valaki, aki nálam is többet tud róluk. Ki? Csapott le a témára Harry. Baldazár Borgin. A négy jó barát sokat mondó pillantást váltott egymással, végül Ron szólalt meg. Hát, akkor erről lekéstünk, mert Borgint épp egy órája engedték el a kihallgató szobából. Éberforce csak türelmetlenül legyintett egyet. Ne kimagad ki magad, Weasley, szólt. Ha egy hónapig faggatod megállás nélkül, akkor sem mondan el semmit. Miért? kérdezte Ginny. Két dolog miatt válaszolta rögtön Abel Force. Egy. Félti az életét. Kettő. Tőletek nincs félnivalója. Pontosan ez a baj, gondolta Harry. Ahogy Ginny korábban egyszer említette, most már főnökeik vannak. Törvényesen kell eljárni. Csak az a gond, hogy a törvény nem képes elkapni az olyanokat, mint Borgin. Akkor azt hiszem, ugyanazt kell tennünk, mint Zambinivel. Szólt Ron, mire mindenki felé nézett, majd Ginny hirtelen felhördült. Azt felejtsd el! Még egyszer nem veszel rá... Nem, nem arra gondoltam, mondta sietve, hanem... Raboljuk el? kérdezte Hermione, de nem felháborodva vagy gúnyosan, hanem komolyan fontolgatva a lehetőséget. Mivel senki más nem fejtette ki ellenvetését, folytatta akkor arra nagyon fel kell készülni, hogy senki ne vegyen észre, mert ha lebukunk, akkor... Csiga vér, Granger! Hurrogta le Force. A jó öreg ebnél itt van minden, ami csak kell. Azzal felcsapta társáját az íróasztalra és kinyitotta. Egy kis ajándék a főnix rendjétől, mondta az öreg, ahogy mind a négyen csodálkozva közelebb hajoltak. A régi szép időkből. Harrynek rá kellett jönnie, hogy egyre jobban kedveli Abelforce Dumbledore-t. Mikor Mr. Borgin a minisztériumi kihallgatást követően visszatért a boltjába, első dolga volt, hogy kitegye a zárva feliratot az ablakba, amit reggel elfelejtett, mikor az aurorok jöttek érte. Hazafelé azonban még két másik boltba és egy füstös kocsmába is betért, hogy elmondja a történteket, már csak azért is, mert aznapra előjegyzett vásárlói voltak, akik alig hanem értetlenül álltak a bezárt bolt előtt, miközben a nyitva tábla lógott az üres kirakatban. Elmesélte, hogy az aurók teljesen jogtalanul, bilincsbe verve vitték el otthonról, és a jelenléten nélkül végeztek házkutatást immár negyedik alkalommal a nagyurbukását bukását követően. Ezek a vízlik csak ehhez értenek, jegyezte meg Taurus Bedok, aki régebben visszatérő vendég volt a boltjában. Egy igen jól fizető, visszatérő vendég. Házkutatás, házkutatás után mindent elkoboznak, lefoglalnak, ami veszélyeztethetni a hatalmukat. Annyira reszketnek tőlünk, hogy már azért is aszkában mazárnának, ha tüsszentünk az utcán. Jól mondod, emelte neki poharát, Borgin. A törvényeik nélkül nem érnének semmit, füstölgött egy másik kocsma vendég, egy horgasorró, orró ősüreg boszorkány. Ha visszajönne a sötét nagyúr, ők bújnának el először a patkányjukba. Ssss! Rémüldözött a kocsmáros. Óvatosabban. Az ilyesmit inkább kívül tárgyalják meg. Miután kimérgelődte magát, és a következő két hétre kitöltötte a naptárját megbeszélt időpontokkal, Mr. Borgin hazament és bezárkózott, meggyújtotta a gyertyás üveggömböket, és hozzálátott, hogy rendet tegyen az aurorok házkutatása után hagyott katasztrofális rendetlenségben. Éppen a kirángotott polcokat igyekezett visszavarázsolni a helyére, mikor a gyertyák egyszerre kialudtak. Borgin összevonta a szemöldökét, és újra felemelte pálcáját, hogy meggyújtsa őket. Ekkor halk suhogás hallatszott, és a pálca kirepült a kezéből. – Ki van itt? – kiáltott fel rémülten az öreg boltos, mert rögtön tudta, hogy nincs egyedül. Válaszul árnyak emelkedtek ki a sötétből, a vitrinek, a szekrények takarásból jöttek elő, mintha szellemek lennének, lengő fekete leplek. Négyen voltak, és megindultak felé. – Halálpalok! – suttogta elhülve az öreg, kezét ökölbe szorította. – Hello, Borgin! – rikkantotta élesen a legmagasabb, és izzó pálcáját egyenesen a vénboltos fejének szegezte. – Mit akarnak tőlem? – sipította félelemtől remegő ajakkal a varázsló, majd vadul a fejét. – Nem tudok semmit! Én nem tudok semmit! – Akkor válaszolj, ha kérdezlek! – csattant egy másik női hang. – Hová lettek a régiségek? – szegezte neki a pálcáját a harmadik varázsló, aki egy poros szekrényből lépett elő, és csillogó, mézölt fémálarcot viselt. Negyedik társuk az ajtónál örködött, és varázslattal elhomályosította a kirakat üveget, hogy senki se láthasson be. – Mi? Milyen régiségek? – dadogta Borgin. – A sötét tárgyak. – Hová lettek a sötét tárgyak? Mit csináltál velük? – Beszélj! – Borgin majdnem sírva fakadt félelmében. Reszketett, mint a nyárpa levél, és bizonyosan összeesett volna, ha az egyik maszkos nem tartja őt a talárjánál fogva el kellett tüntetnem őket a minisztériumi razziák elől, vallotta be. Mindent felforgattak, de csak egy elátkozott kulcsot találtak. Még azért is pénzbírságot kaptam. Ezer galleóra megbüntettek, azt hittem bezárhatom a boltot. Van fogalmuk róla, mit tettek volna velem, ha mindent itt találnak? A magas halálfaló fenyegetően közelhajott Borgin arcához, fémesen csillogó maszkja mögött résnyire szűkült szempár villogott. Úgy nézünk ki, mint akiket ez érdekel, sziszegte. A nagyurat nem érdekli a pénzbírságod, vénember. Borgin úgy nézett a halálfalókra, mintha legalábbis egy rakás elmebeteget látna. Miről beszél maga? fröcsögte az öreg. Mi az, hogy a nagyúr? Miféle nagyúr? Válaszul a nő megragadta a talárjánál fogva, és nagyot taszítva rajta a pultnak lökte. Több tiszteletet, te félvér korcs! visította eszelős hangon a halálfaló. Igen? A sötét nagyúr, Visszatért, és nagyon dühös, amiért újra elfordultatok tőle. A, na, nagy úr, me, me, meghalt, dadogott Borgin. Halott, ő halott, Potter megölte. Gúnyos horkantás volt a válasz. <laughs> Mint 18 évvel ezelőtt, igaz? Nevetett fel az állarcos, majd lenézően folytatta. Borgin, a nagyurat nem lehet megölni, ő élet és halál ura. Felvértezte magát a halandóság ellen. Messzebb jutott, mint azt te, szánalmas félvér el tudnád képzelni. Borgin percekig csak hápogott. Ő él? Él, és mint mondtam, dühös az áruló söpredékre, köpte a szavakat a halálfaló. Most rögtön megmondod, hol van az a rühes melfoly, vagy ízekre téplek. A fenyegető erő, ami sugárzott az állarcosból, megrémítette Borgint. Melfoly? Lucius Malfoy elutazott a családjával, külföldre mentek a minisztérium elől. Már sehol sem kapott munkát, úgy tudom Potter elérte, hogy ne csukják le őt, meg a feleségét, meg a fiát. Ha, jellemző Potterre, jegyezte meg epésen a legmagasabb halálfaló. A fiú egy ideig a minisztériumban dolgozott, folytatta még mindig remegő hangon az öreg boltos, de aztán felmondott. Hol van most? Hová szökött el? Jött az újabb kérdés. Borgin nagyot nyelt, mielőtt válaszolt volna. A Durmstrangba, nyögte ki. A három halálfaló összenézett, s az ajtónál álló negyedik társuk is felkapta a fejét. Oda, oda kellett mennie, mondta tovább Borgin. A torony parancsára történt, én csak azt tettem, amit 18 éve is, és a nagyúrnak akkor sem volt ellenvetése. Még akkor is az emberei érdekeltségeit védtem, segítettem nekik. Nagy segítség voltál, vágta oda az egyik állarszos, és nagyot taszított rajta, amitől Borgin a pultnak esett. Miről beszél maga? zihálta a varázsló, mikor visszanyerte a lélek jelenlétét. Pontosan mivel vádol engem? Kiadtam maguknak karkarovot. Ha nem mondom meg, hol bújtatta el a torony, sose kapták volna el. Az én hűségem töretlen. Nálom az első a nagyúr, és csak a második a torony. Mindig is így volt. Büszke lehetsz rá, dünnyögte a magas halálfaló. Kitől kaptad a parancsot, Borgin? Kérdezte a női hang a fémálarc mögött. Kivel tartod a kapcsolatot? Úgyhogy kivel? Megmondtam, ha negyedik toronnyal. Én nem tudhatom, kivel beszélek éppen. Nem borondok, hogy kiadják magukat. Én csak levélben tartom velük a kapcsolatot. Ha van valaki vagy valami, ami kell nekik, azt én megszerzem. Melfolyék is kellettek nekik, meg búsztródék. Zámminiek nem mentek, meg volt az a kölyök valami, digori. Ő egyedül jött. Hozott egy elátkozott zenélő dobozt. Azt mondta, fekete mágiát akar tanulni. Elküldtem a Dunstránkba. Tisztán látta, ahogy az elől álló, legmagasabb halálfaló szemei kerekre tágulnak az állarc mögött. Mielőtt még elcsodálkozhatott volna ezen, jött az újabb kérdés a zöld maszkos férfitól. A negyedik toronyköre? Mi közük van nekik a dumstránkhoz? Borgin idegesen megnyalta a szája szélét. Va, van ott egy emberük? Kicsoda! Dörögte mély hangon a halálfaló. Mondtam, hogy nem ismerek neveket, válaszolta kétségbe esetten. Az ajtónál várakozó halálfaló ekkor közelebb jött és megszólalt. Mi az a negyedik torony? Az övé is női hang volt, és Borginhoz intézte a kérdését. Az öreg boltos eltátotta a száját, és úgy nézett rá, mint egy bolondra. Az előtte álló három halálfaló egymásra nézett, majd a másik nő szólt újra. Ő még új, mondta Borginnak, fejével negyedik társuk felé biccentve. Gyerünk, Borgin, válaszolj neki, mi az a negyedik torony? Utánozta gúnyolodva társuk hangját. A két férfi harsányan röhögött maszkjuk alatt, Borgin pedig csak döbbenten hápogott egy ideig. – Na mi lesz már, vén hülye? Megszólalsz vagy sem? – sürgette a halálfaló. – A, ne, negyedik torony – kezdte Borgin, és letörölte homlokáról a verejtéket. – Egy tá, társaság, egy, egy titkos szövetség a fe, fekete mágia képviselői között. – A belső kör? – kérdezte újra a negyedik halálfaló, és el se tudta volna rejteni csodálkozását. Borgin zavarodottan összeráncolta a homlokát. Csak az újságokban nevezik belső körnek, javította ki. Az igazi neve a negyedik torony köre, mindig is ez volt, amióta csak megalakult. A magas halálfaló fújtatott, mint valami felbőszült duvad, és Borgin nem értette, mi dühíti ennyire. Mikor alakult meg? kérdezte a nő. Ne, nem tudom, tárta szét a karját Borgin, és látszott rajta, hogy most már nagyon elege van a vallatásból. Valamikor a század elején a három előálló halálfaló megint összenézett, de pálcájukat egy pillantásra sem vették le Borgin arcáról. És mi a helyzet dumbledore -ről? Jött az újabb kérdés a Borgintól balra álló, zöldmaszkos halálfalótól. Mi lenne vele? Mi köze van neki a toronyhoz? A hangsúly ahogy a maszkos férfi feltette a kérdést, nagyon különös volt Borgin számára, mintha a halálfaló nem értené, milyen kapcsolata volt a fekete mágiával Ábus Dumbledornak fiatalkorában. Pedig aki ismerte a tornyot, az tudott mindent Dumbledorról, tudta, miért félt tőle a Sötét Nagyúr. Az alapítók között volt, ő meg Gellert Grindelwald, felelte Borgin, De de hát maguk ezt nem tudják. Egy darabig nem érkezett válasz a kifejezéstelen filmmaszkok mögül, csak a halálfalók ideges vagy dühös szuszogása hallatszott, és az öregember ilyet zihálása. Természetesen tudjuk, fröcsögte a magas halálfaló, de szavai nem hangzottak túl meggyőzően Borgin számára. Egy pár percig még a gondolatot is nevetségesnek tartotta, mégis a félelem egy pillanatra elszállt belőle és kimondta. Maguk nem, maguk nem halálfalók. Maszkosok megdermedtek, és egy pillanatra nem szóltak semmit. – Kicsodák maguk! – kérdezte hitetlenkedő hangon az öreg, ahogy bátorságot merített. Ha maguk sekül volt emberei, ebben a pillanatban a középen álló halálfaló nő pálcája nagyot csattant, amitől Borgina bokájánál fogva a levegőbe emelkedett. – Nem vagyunk halálfalók? – mennydörögte a zöldmaszkos varázsló, miközben a nő hátborzongató hangon vihogott a levegőben forgó boltoson. – Mi vagyunk a sötét nagyúr leghűbb szolgái! – ordította most a legmagasabbik. Bocsánat, én nem úgy értettem, zokogta Borgin. Az előálló három halálfaló nevetett rajta, egyedül negyedik, legkisebb társuk állt csöndben a hátuk mögött, megkövülve nézte a tehetetlen öregembert. Hogy merészelsz ilyesmivel vádolni minket, félvér? Az egyik pálca villant egyet, mire Borgin a földön találta magát. Talán elfelejtetted már? Hogyan néznek ki a nagyúr igazi hívei? kérdezte az egyikük. Mindjárt kapsz egy kis emlékeztetőt. – Ne, bocsánat, bocsánat! – rimánkodott Borgin az életéért. – Morsz morde! – a zöld maszkos halálfaló pálcájából fénysugár tört elő, mikor megsújította azt, Borgin pedig felsikoltott, mikor a varázslat kirobbant, őrjítő dübörgéssel. De nem halt meg, átok nem érte őt, helyette egy borzalmas rémké bontakozott ki boltjának magas mennyezete alatt lebegve, smaragd borítva be az üzlethelyiséget. A csillogó szikrák egy hatalmas koponyát formáztak, melynek szájából kígyó tekergett elő. Figyelj rám jól, Borgin, sziszegte neki a magas halálfaló, de ő egyedül a sötét jegyet látta. Jobban teszed, ha nem közösködsz tovább a toronnyal értetted? A nagyúr nem nézi már jó szemmel a hitvány férgek árulását. Borgin csak bólogatott, olyan sietősen, hogy majd leesett a feje a nyakáról. A halálfalók újra váltottak egy röpke pillantást, aztán elengedték az öreget, aki ott helyben össze is roskadt a pult előtt, ők pedig hátat fordítottak neki, kisétáltak a sejtelmes fényben úszó üzletből a sötét utcára, és dehopponáltak. Se Borgin, se más nem láthatta őket, ahogy újra megjelentek egy holdfényes domtetőn sok száz kilométerre a zsebkosz köztől. A négy halálfaló mellett lassan az ötödik alak bontakozott ki a sötétből, mintha széthajtaná az éjszaka függönyét. Hát, fiúk, lányok, szólt Eberforce, és zsebre gyűrte a láthatatlanná tévő köpenyt. Azt hiszem, a bátyámnak lesz mit megmagyaráznia. Öreg arcán kárörvendő vigyor terült szét, miközben barátait követve Harry is levette magáról a zöldesen csillogó, nehéz maszkot.